Jó reggelt, sziasztok, Csárpák vagyok. Ez a kávésüti Bitcoin 2022. december 20. napja van. Nézzük, hogy mi újság ma a Bitcoin világában. Az első hír, amit hoztam nektek, igazából nem is hír, csak érdekesség. Ismételten kikelt egy amerikai szenátor a kriptovilág ellen, a Sherrod Brown nevű úriember, aki a Banki Bizottságnak az elnöke, az a tegnapi nap kijelentette, hogy az Egyesült Államok szabályozóinak talán be kellene tiltani ezt az egész kriptót, úgy, ahogy van, cakli pakli. Ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy ez egy elég bonyolult dolog lenne, tudni, hogy az Egyesült Államok betiltaná a kriptót, akkor az egész kriptovilág offshore területekre költözne, és ott még nehezebb lenne ezt szabályozni, úgyhogy feladta saját magának meg a szabályozónak is a leckét a szenátor úr. A másik hír, amit hoztam nektek, az nem is hír igazából a saját véleményem. A tegnapin nap az történt, hogy a Coinbase részvény szabad van, a Dogecoin is elég sokat esett, de lejött egy hír az interneten, miszerint a Dogecoinnak a piaci kapitalizációja az meghaladta a Coinbase részvénynek a piaci kapitalizációját. Ez egy érdekes hír, egy érdekes történet. Ezzel kapcsolatban nekem véleményem az az, hogy ezt az egész kriptovilágot, hogyha úgy gondoljuk, hogy komolyan szeretnénk csinálni, ha úgy gondoljuk, hogy a blokklánc technológiának és az erre épülő kriptovilágnak bármi értelme van, akkor pont ezektől a hírektől kellene lassan-lassan megszabadulni. Tudnélik, ez nekünk egy vicc, de gondoljuk el, hogy amikor az átlagember, aki életében először, vagy másodszor, vagy harmadszor hal a kriptovilágról, és még igazából nem tudja, mi az, hogy bitcoin, az meg, hogy ethereum, az neki komplet science fiction. És akkor azt olvassa a hírekben, hogy van egy ilyen kutyakoin nevű memecoin, aminek igazából az égvilágon semmilyen felhasználása értelme nincsen. Ez csak arról szól, hogy kisbefektetők egymást hülyítik és egymással kaszinoznak ezzel a coinnal különböző ilyen kripto bucket amikor az átlagember azt olvassa, hogy ennek a dogecoinnak a teljes piaci kapitalizációja az nagyobb, mint egy Coinbase részvényé, ami mégiscsak egy működő vállalkozás a kriptovilágnak az egyik alapköve, és a Nasdaqon az Egyesült Államokban bejegyzett valódi cég. Amikor ezt olvassa, hogy a dogecoin nagyobb a piaci kapitalizációja, mint a Coinbase részvénynek, olyankor igazából a hagyományos világban létező emberek nagyjából be is csukják a hírt, vagy befejezik ezt a beszélgetést, és azt mondják, hogy majd pár év múlva visszatérünk erre az egész hülyeségre, addig hagyjuk a gyerekeket játszani. Bitcoin csartok, tegnap a csárpánk indikátorral megnéztük a hetes, háromnapos, meg a napos idősávokat, és igazából komoly változás nincsen, úgyhogy nem szeretném nektek ugyanazt a videót leforgatni a mai napon, ezért azt találtam ki, hogy most a szokásos hetes, háromnapos, napos, napos, és még a 4 órás csártot is, azt helykinasi gyertyákkal fogjuk megvizsgálni. Továbbá felraktam egy Smart Money Concepts nevű indikátort, amit a Csárpánk Street csoportban javasolt az egyik tag, és egy nagyon-nagyon jól használható indikátor, különböző szinteket tök jól tud nekünk jelölni. Ebben beállítottam, hogy jelölje nekem a prémium meg diszkont szinteket, gyakorlatilag ilyen csatornákat a bitcoinnak a szintjén, és megnézzük helykinasi gyertyákkal, hogy mit mutat a bitcoinnak a piaca. Ugye a helykinasi gyertyák azok a japán gyertyáktól abban különböznek, hogy finomítják nekünk a trendet. Tehát nem össze-vissza mennek, mint ahogy a japán gyertyákon láthatjátok, hogy fölfelemegy, lemegy, fölfelemegy, lemegy, hanem a helyi kínasi az másképp van kalkulálva, és mutatja a trendet és a momentumot az adott piacon. Közvetlenül helyi kereskedni nagyon nehéz, mert a gyertyának a nyitóra, az nyitója, zárója az nem áll szoros összefüggésben a valódi árral, azt a japán gyertya alapján láthatjuk, ugye, hogy hol nyit és hol zár egy adott instrumentum, viszont a trendet nekünk nagyon szépen tudja mutatni, hogyha hetes csárton nézzük helyi gyártyával a bitcoinnak a piaci szerkezetét, akkor azt látjuk, hogy jelenleg egy piros gyertya kezdődött el ezen a héten. Igaz, még csak a hétnek a második napja van, de úgy látszik, hogy elveszni látszik az a picikis momentum, amit itt az előző két héten kaptunk, ahogy látjátok, az előző két héten ilyen picike-picike kis zöld gyertyákat csinált nekünk a helykinasi, Nasi, ami azt jelenti, hogy ébredő kis bikás momentumot, illetve bikás trendet érzéket a bitcoinnak a piacán, Ugyanakkor igazi trend azért akkor van, amikor ilyen szép kövér gyertyákat látunk, és általában a vikek azok csak a trend irányába mennek, amikor már visszafelé kezd vikelgetni egy helykinesi gyertya, az a trendnek a lassulását jelzi. Itt azt látjuk, hogy igazából ez a három gyertya, ez volt egy komolyabb impulzus, és akkor itt most egy oldalazás zajlik, itt piros-zöld gyertyák váltogatják egymást, hetesen jelenleg helykinesi gyertya, az egy medvés momentumot és egy medvés trendet jelöl nekünk itt a Bitcoin piacán. Hogyha lejövünk három napos idősávra, akkor itt azt láthatjuk, hogy a helkinesi gyertya az szintén piros a legutolsó. Azt láthatjuk, hogy itt volt egy kis ébredés, itt elkezdődtek a zöld helkinesi gyertyák itt november vége táján, és egészen idáig ennek a 18 ezer dollár körüli zónának a tetejéig tartott az ébredés, itt egy doji folytatódott a mozgás, ez általában egy trendfordulót jelző gyertje a normál, japán gyertya csártokon is, de a helykínasi csártoknál is, és ez a háromnapos gyertya, pedig egy egyértelműen medvés gyertya, ez a mai napon be, be fog zárni, ez már gyakorlatilag egy szép, komoly, testű gyertya, és lefele van csak ükje, ha ebben a formában zár ez a gyertya, akkor ez a struktúra itt, ez ennek a mozgásnak a változását, a trendfordulóját jelzi, hiszen egy doji után kapunk egy medvés gyertyát a háromnapos csárton, tehát a háromnapos csárton jelenleg a Heikin szabályai szerint medvés a trend és a momentum. Egynapos bitcoin grafikon itt azt látjuk, hogy a Smart Money Concepts indikátor a 25.000 és 15.500 közötti zónát jelöli meg nekünk kereskedési zónának. Látjuk, hogy ez egy pivot szint, illetve itt alul is egy pivot szint van, e közé határozza meg, és ennek a középértéke az pedig itt van, 20.000 dollár magasságában. Látjuk, hogy erre reagált az árfolyam itt is, itt támaszként használta aztán az FTX-es balhéval egy lendülettel átúszott ezen a zónán, és jelenleg itt alakított ki 15.500 körül egy támasz zónát a bitcoinnak az árfolyama. Hogyha a helykínási struktúrát nézzük, akkor azt látjuk, hogy itt ezzel a felszúrással 18.300-ig ez volt az utolsó bikás gyertya a helykínási grafikonon, utána kaptunk egy trendfordulót jelző ilyen doji gyertyát, nagyon kis pici testtel, és vikkel fölfele-lefele, és ezek bizony már impulzus gyertyák a helykínasi rendszerben lefelé, Gyakorlatilag az ötödik lefelé gyertyánál járunk, tehát napos csárton egyértelműen egy medvés momentumot és medvés trendet jelölnek nekünk a helykínesi gyertyák. Eddig tehát hetes, napos és napos csárton is medvés helykínesi gyertyákat láttunk. Ez alapján én azt hiszem, hogy nem kell nektek magyaráznom, hogyha skalp vagy szfinktrédeket kerestek, akkor annak nagyjából melyik irányban van nagyobb esélye. És akkor 4 órás grafikon. 4 órás grafikon a Smart Money Concepts indikátor az 15500 és 18400 közé teszi a bitcoinnak a jelenlegi kereskedési zónáját jól látjuk, hogy ez egy valid zóna, hiszen ennek a középértékénél is folyamatosan reakció van, sőt, mi több azt látjuk, hogy a mostani gyertyával ismét ezt a középszintet teszteli a bitcoinnak az árfolyama, jól látjuk, hogy ez egy, ez egy valid támasz és ellenállás zóna, most leginkább ellenállás innen alulról, hiszen folyamatosan e körül, a zóna körül reagál a bitcoinnak az árfolyama, itt támaszként szolgált, itt támaszként szolgált, el tudtunk szakadni, megint megtámaszkodott, innen el tudott rugaszkodni, a bitcoinnak az árfolyama, nézzük meg az elrugaszkodást, hogy milyen szépen fordult egy ilyen zöld, doji jellegű helykínesi gyertyával az árfolyam, és akkor impulzus gyertyák végig-végig a zónának a tetejéig. Most jelenleg azt látjuk, hogy itt a zónának a közepe az alulról egy ellenállás, idáig tudnak felvikkelgetni a mozgások, de nem tudja a bitcoin ezt a szintet áttörni. Itt négy óráson van egy pici momentum ébredés, azt látjuk, hogy egy zöld doji gyertya után most egy zöld impulzus gyertyában vagyunk, de itt van fölöttünk egy fontos ellenállás zóna. Igazából ez a mozgás, ez most teljesen semmit mondó nekünk. A hetes, a háromnapos és a napos helykínasi struktúra alapján az ember inkább short pozíciókat keres ebben a helyzetben. Az, hogy impulzus gyertyát látunk fölfele itt egy ellenállás zónánál, az short nyitására nem egy megfelelő pillanat, Ilyenkor, Ilyenkor, hogyha azt látjuk, hogy erre a zónára reagál a bitcoinnak az árfolyama, még pedig olyan formában, hogy akár az eresíben divergencia jelentkezik, vagy a helykínosi gyertyák elkezdenek itt egyengülni, piros gyertyákat kapni, és kapunk lefelé impulzus gyertyát, az lehet egy esetleges short belépőnek a szignálja, de alapvetően ezekben a horizontális zónákban, ezekben a kereskedést, azt nem a középszint körül szoktuk nyitni, ezeket a zónákat úgy kereskedjük, hogy a a teteje körül sortot nyitunk, és itt a középérték körül zárunk, illetve hogyha az aljához ér az árfolyam, és azt látjuk, hogy reagál vagy divergenciával, vagy trendfordulóval, a price action alapján látjuk a fordulót, akkor longot nyitunk, és a közepe fele zárunk. Ebben a zónában itt ez a mostani szint, ez indiferens, igazából az lesz majd az érdekes, ha a bitcoin árfolyamát ismét itt látjuk 18 ezer között, és esetleg reagál erre az ellenállási szintre akkor az egy short swing nyitási irány. Ha pedig itt látjuk lent a bitcoinnak az árfolyamát, és azt látjuk, hogy megtámaszkodik, és innen pattanni tud, az esetleg egy long swing szignál lehet. A hetes, a háromnapos és a napos struktúra alapján a shortoknak jelenleg a matematikai esélye nagyobb, hiszen hetes, háromnapos és napos csárton jelenleg egy medvés trendben van a bitcoinnak az árfolyama. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket! Remélem, hogy továbbra is szeretitek ezeket a rövid reggeli bitcoin piaci összefoglalókat, és ezek segítenek nektek abban, hogy egy kicsit jobban átlássátok az árfolyam mozgásokat a bitcoin piacán. Amennyiben ez így van, akkor a lájkokat, feliratkozásokat, megosztásokat és kommenteket továbbra is nagyon köszönöm, és találkozzunk holnap a következő ilyen bitcoin piaci elemzésben. Addig pedig szép napot és jó kereskedést nektek. Sziasztok!